minden logikben. És Tartar indult az 1400 méteres Eleki díj mezőnye, és Dimó kezdett a legjobban. Winnikbind is helyből nagyon gyors, és jól kezdett Miserend. Ez az első háromló sorrendje, Parsek és Barabu jönnek utánok, majd jön Mr. Dragon. A mezőny végén Nokut Pata színei tűnnek föl, illetve Mário is egészen hátul galoppozik, amikor az átjárat már elhagyták a teli vérek. Vezet Winnikbind, Winnikbind az élen, Winnikbind egy picit megpróbálja megfogni a tempót, a túlsó oldalon lovasa, így aztán megérkeznek rá többiek. A 800-as táblát elhagyva Winnikbind még az élen, viszont most már megérkeznek a többiek. Dimó vezetésével a harmadik pozícióban pedig Mr. Dragon színeit látom. Ők hárman gyakorlatilag fejfej galoppoznak a vezető Winnikbind mögött, pedig ott van nagyon jó pozícióban Barabu, valamint Mr. Dragon. Jönnek most már olvak lassacskán a befutó egyenesre, még mintegy 600 méter van hátra a versenyből, Winnikbind még mindig az élen, Winnikbind vezet, Winnikbind vezetésével érkeznek majd olvak a befutó egyenesre, Dimó támadja szívósan, a többiek kezdenek elfáradni, azaz Barabu és Mr. Dragon hátrébb csúszott, Miserend most is jól fut és akkor felállhat a dobogóra, átveszi időközben 300-al a vége előtt, Dimó a vezetés, Dimó most már az élen, a távolszlopnál egyértelműen ő vezet, most indul még csak el Billy Tiger, Winnikbind pedig teljesen megáll, vagy legalábbis egy óriási holdpontja van a befutó egyenes közepén, most már Billy Tiger az élen, Mário a mezőny végéről érkezik meg, nagy küzdelem, amelyből végül is Billy Tiger jön ki győztesen, Billy Tiger, Dimo, illetve Mario, ez az első háromló sorrendje, az 1400 méteres, 790 ezer forinttal díjazott Eleki díjban. Billy Tiger nagyon-nagyon nagyot hajrázott József Parigállal, és hát gyakorlatilag átszaladt mindenkin, és Mario is azért figyelhetett, hogy nagyon hátulról keveredett ki, és ért oda végül harmadiknak. Dimó, már-már hihettük volna azt is, hogy megnyeri a versenyt, de valóban egy picit megtört a lendülete egy olyan 2-300 méterrel a célt megelőzően, és aztán, hogyha jól láttam, akkor Miserend érkezett oda végül a negyedik helyre. Figyelem, az ötödik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 1-es, 4-es, 7-es. Ismétlem, 1-es, 4-es, 7-es. 1-es, 4-es, 7-es, hát van miről beszélnünk, hiszen a két nagy kedvenc dobogón sincs, a 10-es Winnikbind, illetve a 9-es Mr. Dragon, és hát a befutóban egyiküknek sem volt nagy esélye, hogy a dobogóra felkerüljenek. Mr. Dragon gyakorlatilag a mezőny végén, azért mondom, hogy azért ő nyeretlent nyert, itt pedig azért szerintem túlbecsülték a játékosok Mr. Dragont, azért ez már egy olyan verseny, ahol 60 fölötti forma kell a győzelemhez, és ezek szerint még Mr. Dragon nem tartott. Winnikbind pedig továbbra is nagy-nagy kérdőjel. Nagyon jól kezdett, ott volt a frontban, megpróbált vele még lovasa szerintem spórolni, és próbált az erejét beosztani, a befutó egyenesben pedig aztán gyakorlatilag küzdelem nélkül megadta magát, és elmentek mellette. Tehát Winnikbind ezúttal sincs a dobogón, csak ez mondjuk nem a nemzeti díj volt, hanem az Eleki díj, tehát papíron egy gyengébb mezőny. Hát Maronga Gábornak lesz majd mit megfejteni, talán majd a következő versenyében már jobb lesz. Billy Tigernél pedig nincs mit megfejteni, egyszerűen úgy látszik, hogy várásra kell lovagolni, és akkor adja a legjobbját. Hatalmas rösszel érkezett meg ide a végküzdelembe, és átszaladt mindenkin, tényleg, mint hogy a lassított felvételeket láthatnánk mellette. És még egyszer mondom, hogy Miserend is kibújt a falról, és aztán végül negyedikként zárt. Ebben az erős mezőnyben azért az megsüvegelendő. Mr. Dragont lehet, hogy túlértékelték, vagy egyáltalán hát nehéz volt belőni ugye egy ilyen verseny után, amit 4,5 hosszal nyert meg, hogy még milyen javulás lehet a lóban, vagy esetleg az is lehet, hogy ez az 1004 neki egy kicsit rövid volt. Hát